Na hát egy kis történetmesélés. Azt kell tudni, hogy én olyan 1990-es évek közepén voltam kamasz tinédzser, és az volt a jellemző, hogy hallgattuk ezeket a zenéket, mint a Kispál és a Borz, meg mindenféle egyéb stílusba is, alternatív zenéket, metal zenéket, mindenfélét, és egy ilyen társasággal, akik hasonló zenéket szerettünk, eljárkáltunk koncertekre. A legemlékezetesebbek az a Kispál és a Borz koncertek voltak. És jártak körbe, akkoriban még kazetták voltak, és másoltuk a kazettákat, megvettük, és adtuk körbe. És így eljutott hozzám például egy ilyen másolt Neurotic kazetta is. A Neurotic az a Pajor Tamás zenekara volt megtérése előtt, és már akkor voltak híradások, meg láttam, emlékszem, még elég fiatal voltam a tévében ilyen bejátszásokat, hogy Pajor Tamás megtéréséről, meg előtte, hogy volt egy jelenet, arra emlékszem, amikor egy örjöngött tört zúzott ilyen beállt állapotba, ezt is bevágták a tévébe, és egy ilyen legendás dolog volt, hogy a Neurotic, a Pajor Tamás például. Ugye ő volt az első rapper Magyarországon, és olyan zseniális szövegírói vénával van megáldva, hogy ő írta például ezeket, hogy neked a divat mondja meg, hogy ki vagy, meg ilyesmi. És erre fölfigyelt mindenki, hogy nem semmi tehetsége van. Megjelenésében is egy ilyen tényleg egy legendás volt. És aztán érdekes dolgok voltak, mert mi is elkezdtünk zenekarokat alapítgatni, próbáltunk, az volt a jelszó, ugye, hogy tudsz pár akkordot, alapítsa a zenekart, keresi haverokat, keresi embereket, akiknek van esetleg gitárja, és akkor nekem is volt egy ismerősöm, volt gitárja, mondom, jó, akkor csináljunk valamit, szereztünk dobost, eljártunk, volt ott a Gellért egy aljában Schmidt Studio, ott elkezdtünk zenélgetni, csörömpölni, zajongani, lehetett bérelni stúdiót, meg tesómmal és öcsémmel is csináltunk egy ilyen kis demót itthon, ilyen diktafonnal vettük föl, mert akkor én is vettem egy elektromos gitárt, elég rossz állapotút, és az meg is jelent egyébként a Metal Hammerbe, az a demo, mondjuk azt végig mindig viccből csináltuk, és érdekes dolog egyébként, hogy a gitárosunk az olyan zenei közegből jött, hogy teljesen távol állt tőle a keresztény zene, tehát inkább a keményebb vonal, meg ilyesmit szeretett, és egyszer csak képzeljétek el, hogy ez a gitárosunk kezemben nyomott egy kazettát, volt neki egy alkoholista apja, aki itt lakott fönn Óbudán, itt lakott mindegy, és akkor mondta, hogy ott találta az apjánál ezt a kazettát, azt se tudja mi ez, és akkor még Walkmanem volt, beraktam, az volt rá, vagy Ámen egy, és valami elképesztő ütős szövegek voltak, nagyon húzós ilyen rockos zene, és nagyon kemény evangelizációs szöveg, de ilyen igazi keményen. Tehát oda volt mondva, hogy fussunk ezt Szodomából, meg ilyesmi. És ilyet én még nem hallottam előtte, meg volt egy szám, amit emlékszem, hogy alig bírtam befejezni a hallgatását, hogy mindig visszatekertem meg minden, ez a Magyarország fölött az égenek olyan szellemisége volt, hogy tisztára túlvilági volt az egész. Képzeljétek el. És itt még nem ér véget a sztori, mert akkoriban kaptuk hírt, hogy a Rockterítő című filmet vetítik, még itt volt a Ferenc körútnál, volt egy ilyen Blue Box moziklub, egy ilyen kis kék épület, és hogy ott vetítik a Rocktérítő című filmet. És akkor az öcsémmel megbeszéltük, hogy jól megnézzük, ez a Pajor Tamásról szól, meg a hídgyülekezetről, meg a megtérésről, főleg a Pajor Tamásról, és ebben a moziklubban ezt a filmet körülbelül 3-4-en néztük, tehát ez akkoriban már egy régebben megjelent film volt, ez 1998-97 környékén volt, hogy ezt megnéztük,
És az is egy iszonyat hatást váltott ki, mert ugye ez a film az arról szól, hogy a Tamás egyik pillanatban még egy teljesen lázadó, drogos, alkoholista, ilyen lázadó, ilyen zenész, és utána meg hirtelen megváltozik, kisimulnak a vonásai, megváltozik az arc, és Jézusról beszél. És ugye nekem mindig is kérdés volt, hogy Jézus, tehát éreztem, hogy Jézus valaki, és hogy Jézus mindig vonzott, de igazából a szervezett egyház meg a vallás az nem vonzott. Tehát katolicizmus meg ilyenek az nem, azt láttam, hogy az nem jó. És szóval megnéztük ezt a filmet tesómmal, és akkor már beszélgettünk, hogy meg kell nézni ezt a hídgyülekezetét. Ráadásul ugye itt voltak Óbudán lakom, és itt voltak folyan a Folyondár utcánál. Itt volt, bérelték ezt a csarnokot, ezt a röpi csarnokot. És volt, hogy hallottuk a dicsőítés, meg volt, hogy a haverokkal be is mentünk. Bemásztunk a kerítésen, de nem mentünk be, mert akkor itt nem volt semmi. Illetve még, ami nagyon érdekes, hogy voltak azért rémhírek, tehát egyszer egyik haverom mutatta, hogy oda be ne menjünk abba a csarnokba, mert ott szeánszok vannak, ott egy brutális szekta van, valami hídgyülekezet. És akkor el is képzeltük, hogy ott mindenféle egyenruhában, ilyen leterítve, különböző leplekkel, ott mindenféle rettenetes dolgok történnek. Hát misztikus volt az egész, meg ugye mentek a sajtókampányok, hogy szekta kampány, hogy elveszik a pénzt, démonűzés, minden. Na, elég az hozzá, hogy így magamtól nem igen vonzott ez a dolog, illetve érdekes volt, de egyszer csak az történt, hogy amikor sokat hallgattam ezt az Ámen kazettát, meg én is már kezdtem nagyon ezt a lázadó életet magamévá tenni, tehát állandóan a zenekar körül forogtam, volt pár koncertünk is, teljesen már ilyen depresszív életérzésem volt, hogy miértem az életnek, ugye. És akkor az volt, hogy már egy szóltam, hogy Istennek, hogy hát nem tudom, hogy létezel-e, de ha igen, akkor valami történjen, meg akkor tegyél bizonyságot, Jézus, hogyha létezel. Na most képzétek el, hogy így a pont a zenekarral akartunk így találkozni, megbeszélni, hogy mikor próbálunk, hogy legyen. Akartunk csinálni egy demót is. Ez is érdekes különben, hogy akartunk csinálni ilyen felvételt, ez egy durva zene lett volna, mert akkor már eléggé elmentünk ilyen extrém irányba, hogy a gitárosunk az például nagyon keményen károgott, meg minden, ilyen black metalosan, meg mit tudom én. És az az igazság, hogy tehát az a lényeg, hogy mentünk ott pont a Moszkva térnél. Na most ez is nagyon érdekes, hogy van egy ilyen szám a Pajor Tominak, hogy mi ez a forgatag a Moszkva téren, hirtelen túl vagy idén is téren, mert a prédikátoron át most először hallod az Úr hívását. és hát az az érdekes, hogy ezt később hallottam, de ez furra alapszolt, mert sétáltunk ott a Moszkva téren így hárman, hogy megyünk le valami kocsmába beszélgetni a zenekari tagokkal, de hát mondom, ezt nem egy komoly zenekart kell képzelni, hanem ilyen zúzós zajongást. És egyszer csak képzeltek, hogy látom, hogy valaki beszél egy mikrofonba, és körbeveszik az emberek. És ez volt a Kántor Misi, evangélista, és arról beszélt, hogy ő alkoholista volt, és meg akart halni, és megtért Jézushoz. És nem tudtam akkor még, hogy ez mi, de valami megállított, megálltam. És a két haverom, a két gitáros, basszus meg a másik, a Bálint meg a Marci elkezdtek húzni, hogy hagyjad már ezt a baromságot, gyere kocsmába, haver. És mondom, hogy nem, én itt ezt meghallgatom. És hallgattam a Misit, nagyon érdekes volt a bizonsága. Ugyanakkor ránk cigáltak el a haverok. És mentem is, jó van, akkor megyek veletek. Ja, még azt elfelejtettem, hogy ezt mondta a Kántor Misi, hogy ha be akarod fogadni Jézust, tedd fel a kezed. Föltettem a kezemet, de elránk cibáltak. De milyen az Úr? Ha! Elindultunk, viszont nem jutottunk el pár méteren túl, mert utána jött egy srác. Páva Jati, akiről később kiderült, hogy Hídgyülinek a tagja, és egy ápoló volt különben a Lipót mezőn, és egy ilyen nagyon szimpatikus, rendes srácnak tűnt, nálam idősebb volt, és megállított ez a srác, hogy hé, te föltetted a kezedet, tényleg érdekel? És akkor mondom, hogy te figyelj, mondom, én nem tudom, hogy mi ez, de mondom, érdekel, de én mondom, láttam ezt a rocktérítő filmet, mondom. És akkor mondja nekem, ja mondom, hogy a Pajor Tamásról így hallottam, egy híres megtérő, meg látok ilyen párhuzamot az életünkbe, és akkor mondja nekem a Páva Jati, hogy hát azt mondja, szerencséd van, mert mindjárt itt jön a Pajor Tomi. Mert itt van egy házi csoport a Hajnóci utcában, az ott van a mellék utca, a Moszkva tér mögött volt. Moszkva tér most meg a Szél Kálmán. Na mondom, ez érdekes, és akkor már nagyon rángattak a gitárosok. Mondtam, hogy na, akkor srácok, ti mentek, én viszont most már találkozok a Tomival. Jó. El is kísértem ezt a srácot,
oda a házi csoportba, ami akkor kezdődött, és kiderült, hogy egyébként hasonló múltunk van, ő is kemény zenét szerette régen, meg minden, ő a Slayert szerette nagyon, meg minden, beszélgettünk. Marha érdekes volt, már nézést, hogy kifejezésére, és utána megálltunk ott egy kis mellékutcába. A lényeg az, hogy hirtelen megjelent, tehát azt láttam, hogy egy ilyen nagyon drága fekete lestétített kocsi, beállt a bicikli útra, ez mondjuk nem volt szimpatikus, keresztbe beállt a bicikli útra. Jó, kiszáll belőle, tehát én azt vártam, tudjátok, én láttam ezt a rockterítőt, és hogy valahogy ugye az nem realizálódott annyira bennem, hogy ez egy régebbi film, és hogy már másabb a történet. És kicsit, tehát kiszállt, megjelent maga Pajor Tomi, a legenda, és hát örültem, hogy találkozunk, kicsit mondjuk furcsa volt, hogy szerintem arany pecsétgyűrű volt rajta, ilyen drága öltöny, be volt jelizve a haja, ilyen, meg már idősebb volt, láttam, hogy fáradtabb a tekintete minden. Persze, hát a rockterítőben ott még fiatal srác volt. Na, elég az hozzá, hogy mondom neki, rögtön odavitt engem, bemutatott engem a Páva Jati, és akkor mondtam a Tamásnak, hogy mondom, figyelj, láttam ezt a rockterítőt, meg minden, és én is érdekel engem ez a dolog nagyon, mert hát én is úgy érzem, hogy itt van az ideje, hogy változtassak, megtérjek, és akkor mondta a Pajor Tamás, hogy hát ő nem tud ebbe segíteni, már mint hogy ő is csak annyit tud, hogy akkor hívjuk segítségül Jézus nevét. Hát ez úgy tetszett, hogy tényleg nem volt nagy kép, hogy akkor majd én ide viszlek. Olyan mondta, hogy akkor mondjunk el egy imát. Azt tudni kell, hogy most ha valaki arra gondol, hogy volt-e bűnbánat, meg mit tudom én, meg hogy mennyire, tehát hogy ez a megtörő ima, azt tudni kell, hogy akkor már rám nehezett az élet súlya, tehát volt bűnbánat minden, és a megtörő imában is bűnbánat volt, és tehát elmondtam egy imát ott, és éreztem, képzétek el, hogy ahogy elmondtam, tehát azért valamennyire hiszek ebbe az imába, mert akkor valahogy, amikor ezt elmondtam, és behívtuk Jézust, valahogy ez a világfájdalom, ez a világ terhe, hogy a Tamás énekli dalába, hogy ez a sötét szomorúság, tehát ez a gyászos halászellem, ez elment rólam, képzétek el. Olyan volt, mint levettek róla volna egy ilyen szellemi zsákot rólam, egy ilyen terhet, értitek? Ebbe az megtörő imába. És teljesen miért levettek volna belőled egy terhet, és kicsit olyan üresség is volt, de ugyanakkor felszabadító is volt. De még üresség volt, ugye nem volt a Szent Szellem keresztségem. Szóval a megtérő ima megtörtént. És utána beszélgettünk a Tamással, kérdezte, mondtam, hogy mi is zajongunk, zenélünk, kérdezte, hogy mi a zenekar neve, mondom, Végzett Erdeje, mondta, hogy Isten kivezetett a Végzett Erdejéből, ezt tetszett ez a szójáték, már akkor is látszott, hogy pörög a, tehát elég penge szójátékai vannak. Mondjuk az is érdekes, hogy így mondtam, hogy jó családi hátterem van, tehát ügyvédi, meg minden, és akkor volt egy ilyen érdekes kérdése, hogy most én jó, milyen anyagi helyzetben vagyok, mondjuk az nem tetszett. Tehát lehetett érezni, hogy azért, ja, meg a tizedről, még az mert ugye hallottam, hogy gyülekezetben beszedik a pénzt, és akkor erről is beszélgettünk az Attilával, hogy van tizedszedés, meg minden, és ez se tetszett. Tehát voltak, amik nem tetszettek. És az az igazság, hogy utána tényleg még a Folyondár utcába elmentem, ott mondjuk akkor még ez az új hullám volt, és nagyon furcsálottam, hogy az emberek nem a helyükön ülnek, hanem rászkódnak, remegnek. Ugyanakkor a prédikáció az meg érdekes módon arról is szólt, ami csomó kérdés volt a fejembe, és mint hogyha kimondatlan gondolataimmal kommunikált volna Sándor, a német Sándor, aki egyébként érdekes, mert én már hallottam róla, meg láttam, és ugye a német Sándor egy ilyen öltönyös, szakállas, pecsétgyűrűs, általában ilyen drága öltönybe, pecsétgyűrűbe, tehát ez a típus ugye, mint ilyen lázadónak, meg soha nem volt szimpatikus, tehát mi az, hogy ilyen arany pecsétgyűrű, meg mi ez, és szóvá is tettem, és akkor mindig magyarázkodtak, hogy jó, az a pecsétgyűrűt, az csak ajándékba kapta, meg hogy nem így, nem úgy, mert ugye láttam, hogy azért milyen luxus kocsik, meg minden, és ugye tudjuk, hogy a... Tehát magyarul ez kicsit zavart, hogy volt egy ilyen rendezettség, hogy látszottak azért ott már biztonsági emberek, meg minden, de az a lényeg, hogy végül is erőt, azt ja, kaptam egy csomó ilyen kazettát, tanítást, és ott is éreztem, ilyen erőt éreztem, tehát az evangélium elhangzott, tehát azért minden ellenkező híreszteléssel ellentétben tudjuk, hogy tévtanítások vannak a így gyülekezetben, meg piramisrendszer, meg nagyon sok gázos dolog, politikai szélkakasság, meg minden, de viszont az alaptanításokban ugye megkaptam azt a könyvet is, hogy a Derek Prince alaptanítások, meg az evangélium elhangzott, tehát ne öntsük ki a kádvízzel a gyereket, tehát el kell ismerni, amit el kell ismerni, ami rossz, azt meg el kell mondani, hogy rossz, tehát felépítése, meg ilyesmi, meg tehát ez nem biblikus ugye ez a piramis, de meg az sem biblikus, tehát rájátszottak emberek, ezt később bevallották, hogy ott rászkódás, meg ilyen-ilyen dolgok, annak egy rész rájátszás, meg egyéb dolgok, most ebben nem megyek bele, de az az érdekes, mondom, hogy ez egy
tehát most már így lekerekítem a végét, mert nem akarok mellé beszélni, hogy utána megtapasztaltam a Szent Szellemmel való töltekezést, de az is szerencsémre úgy volt, hogy nem ember által, tehát nem ember tette rám a kezét, hogy valami nem közvetlenül, hogy dicsértem az Urat, jött a Szent Szellem. Nyelveken szól minden, tehát úgyhogy az a lényeg az egésznek, hogy ténylegesen ez a történet, ez tényeken alapult, én nem színeztem ki. Még nagyon sok mindent tudnék mesélni, de most egyelőre ennyit. Köszönöm, ha meghallgattad. Az Úr gazdag áldása szájon az életedre. Amen.